Sziasztok, én Iris vagyok, és elhoztam a legújabb videómat. A mai videóban lovat fogunk venni. Uramisten, most néztem meg. Ugyanis láttam, hogy ma, ugye, szerda van, amikor ezt a videót felveszem, de ti később fogjátok látni. Na mindegy, az a lényeg, hogy most néztem meg, hogy konkrétan 2 darab frissítéses posztot raktak ki, és én csak az ördögrájásat néztem meg, és nem láttam, hogy leárasztak egy csomó lovat a lópiacon. És ezt a lovat nagyon régóta meg akarom venni, és ő eddig 790 volt, ő meg 850, ez a vörös 850 volt, és most 320-ra le lettek árazva, és milyen jó már! Hát én mióta elkezdtem a játékot, meg akartam venni ezt a fekete sörényű andaluszt, illetve Night Shadow-ot is iszonyúan imádtam, úgyhogy nem is húzom az időt, most meg fogom venni, viszont akármennyire is gáz, annak ellenére, hogy baromi régóta meg akarom venni, névötletem egyáltalán nincsen rá, úgyhogy ha megtaláltam a nevét, akkor érkezem. Igen, tényleg ez volt a legjobb, amit ki tudtam neki találni. Nem tudom miért, de én úgy emlékeztem, hogy volt andalúz, ami Délpatán volt. Na mindegy, ennél jobbat nem találtam, ugyanis a Honey is foglalt már, bármint az egyik lovamnak Honey, ugye Tejföl, illetve van Sun King, aki ugye Lajos, és van Vanilla Girl, aki ugye Szivattyú, szóval Délpata, hát Délpata! Na, szóval ő lesz Délpata, vagyis hát már most ő Délpata. Keresek neki szettet, bemutatom a jármódokat, ugyanis Night Shadow-ról nincsen lóvásárlós videó, és én most úgy megörültem neki nagyon, fúha! Már mióta erre várok, mondom, nem veszem meg, hát ha leárazzák. Nagyon leárazták, konkrétan olcsóbb lett, mint a póni. Egész konkrétan, mert az ugye 350. Úgyhogy, köszi, hello, keresek neki szettet. Hát, nem sikerült hozzá a világ legszebb szettjét összeállítanom, viszont abból a kínálatból, ami úgymond maradt, mert a régi animációs lovakra nem rakhatunk új cuccot, abból szerintem egész jól ki tudtam hozni ezt. Piros kantárt nem találtam, ami jó lett volna, úgyhogy barnát raktam rá, még egyébként a kék cuccokon vaciláltam, csak az volt a probléma, hogy nem volt jó. Mármint a színhez jó volt, csak pontban nem. És ez azért számít, bár így is baromi gyorsak, és imádom, és úristen, köszönöm Istenem, hogy leárasztátok. Szóval ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, remélem tetszett, sziasztok!